Virágvasárnap mutatták be Marosvásárhelyen a már hagyománnyá vált szabadtéri misztérium játékot, a Passiót. A nézők végigkövethették Jézus szenvedés történetét a nagycsütörtöki utolsó vacsorától kezdve egészen a kereszt halálig. Idén is bemutatták Virágvasárnap Marosvásárhelyen a nyári színpadon a Jézus Krisztus szenvedés történetét megjelenítő szabadtéri misztérium játékot, a Passiót. A misztérium játékot az Imádságházának egyik munkatársa, Molnár Margit rendezte, és Marosvásárhelyen élő fiatalok játszottak benne. A történet ugyanaz, mi azon nincs, amit változtassunk, nem akarunk változtatni, hanem azt próbáljuk megvalósítani évről évre, hogy nagyon élő legyen, nagyon mai legyen, nagyon igazi legyen. Mai olyan értelemben, hogy az ővé, az ő teljesen élő, aktuál megélése legyen akkor, amikor játszik. És ilyen formában mindig egy új előadás van. A Jézust játszó színész Veres Attila szerint a szerepre való felkészülés és az, hogy megtapasztalhatta Jézus szenvedését, közelebb vitte hitéhez. Erre voltam kíváncsi, egy kicsit meg akartam tapasztalni egy falatot abból a testi fájdalmakból, amin ő is átesett, meg a lelki fájdalmak is, ugye az árulás, a tagadás, a lelki fájdalmak, amikor találkozik ismerőseivel, édesanyjával, szenvedések közben. A hívek az előadáson, valósághű játékon át követhették végig Jézus megaláztatásokkal és szenvedésekkel teli útját, a nagycsütörtöki utolsó vacsora eseményeitől a fájdalmas kereszthalálig.